Megy. Következő videóban megpróbálok gyorsabban beszélni, bár igazából 30 éve nem sikerült. Szóval a következő videóban a TechnoVikinget fogjuk megkóstolni, ami az első olyan míd, amit újra főztünk. Nem terveztünk újra főzni az elején semmit, de annyira populáris volt, hogy nem hagytak minket békén az emberek, úgyhogy megcsináltuk még egyszer. Az ebből fakadó dilemmákról és magáról, erről a főzetről fogok beszélni, szexuálisan, szexuálisan figyelem felhívó társammal, kedves Márton, egy szíves fáradj ide a pódium mögé. Kicsit izgultam, hogy ki lesz bejelentve ezt a szexuális. Nem, mert ugye a TechnoVikinek a promo fotóját a szóval csináltuk félmeztelenet. Itt most egyébként egy profi YouTube videóban, ez most így be kell venni megélni, mert ezt tudjuk, hogy nem fog megtörténni. Hozzá kell tenni, hogy ragaszkodtam ahhoz, hogy ezt megcsináljuk mindenképpen ezt a TechnoVikin dolgot, hiszen... Ez így a te ötleted volt. Így van. Ez a Techno is nagyon közel áll hozzá, mint műfajhoz, de... hát magam én megéreztem ezt a dolgot. Miért óckodtunk attól, hogy újra főzzük ezt el? Mert nem szoktunk, mert mindig azt mondjuk a fogyasztóknak, akik keresitek a sört, hogy most így ad, mert egyszer csináljuk meg, 1000 liter, maximum 2000 liter, soha többet nem lesz. Uh-huh. Erre egyébként volt is egy blogbejegyzésed, ami nagyon örültem megcsináltad, az oldalunknak van egy blogja is, mert nagyon jól visszhangzott együtt azokkal a gondolatokkal, amiket nagyjából én is érzek. Nekem nem, próbálom. Szóval annyira fura ez az egész helyzet. Tudod, ezt hívják ilyen YouTube-on. Igen, szia Marci, és nagyon jó gondolat, amit mondasz. Nagyon furcsa, még nem szoktam hozzá ez az egész ilyen kamerába tekintős dologhoz. Mit gondolsz erről, Marci? Arra gondoltam. Nem, hogy arról szól, most akkor tényleg hova nézzük. Arról szólt a blogbejegyzésed, hogy talán jobb, hogy ezek az egyedi kiadások megmaradnak egyszerűen. Mert az emberek fejébe és a mi fejünkben is megmarad egy ilyen nagyon idealizált kép ezekről a sörökről, ezekről a kiadásokról, és amikor megismétlődik, lehet, hogy jobb, lehet, hogy sokkal jobb, de már nem fogod érezni azt a kis extrát benne. Ez egy idői lenyomat. Abban a pillanatban ez összekapcsolódik egy érzelemmel, és azt az érzelmet nem lehet már megismételni. Az esküvő, az esküvő volt, a regény búcsú, de regény búcsú volt. De elmész még egyszer, akkor más lesz. Nem azért, mert azok az emberek meghűltek, vagy mert már nem olyan jók a bulik, hanem mert ez már nem a regény búcsú. Ez pedig most nem a Budapest Bírvi, ugye, ahol ez a sör megett kóstol, és nyilván összekapcsolódott egy monumentális élménnyel, ahogy ott az emberek a több száz sör között lavíroztak. És nyilván azért vannak azok a sörök, amik belepasszolnak egy ilyen kóstoló sorba, akárhova is teszed őket. Mert annyira domináns, annyira cuccos, hogy egyszerűen nem lehet az ízérzékelésedet annyira letompítani, hogy ne érez semmit. Sőt, majdhogy nem ezek az ilyen fenevadjai az ilyen taste eventeknek, mert miután megkóstolod, utána minden tompább és minden rosszabb, annyira édes, annyira gyümölcsös, annyira intenzív, hogy majdhogy nem indiszkrét ilyen söröket kivinni egy tasting eventre. Amikor hozzám hoztak ilyen mídes porrokat, amilyen látszott, hogy volt benne valami fekete ribizdis cucc, akkor kimosnak, hogy háromszor, de nem tudok egy tűzoltó csővel belerocsolni az embernek a szájába, hogy figyelj, mossál fogad, vagy egyél ezért gyömbért, vagy szokolj kávét, mert nem fogsz érezni semmit abból, amit most adok neked. És akkor igazából nem válaszoltuk meg a kérdésre. Kicsit aggódunk ezektől, mert az emberek szeretnék ezt mondani, hogy második évad már nem volt olyan jó, mint az első, már elrontották, hogy Harry Potter már nem varázsolt olyan jó. Teljesen kikészült, amikor a Harry Potter második évad már olyan volt az élásunkban. Az emberek szeretnék igazából valahogy visszavárnak az idő múlandóságának azzal, hogy ez a régi jó dolgokban semmi sem van. Régen minden jó volt. Szóval megpróbáltuk a TechnoVikinget olyan cuccosra csinálni, amennyire csak tudjuk. Még lehet egy picit. Akkor, tehát ezek szerint én nem kapok? De most kiboltunk kettőt? Bontsunk ki kettőt, én azt mondom, Marci, mert elkapja a
kóstolókáruk aztán nem nagyon engedel, mert ezek azért elég gyilkos. Olyan, mint hogy követele. Milyen ezeknél azért jó, hogyha az ember picit így fölkavarja, mert ugye, mivel szeparáljuk ezeket, nem marad benne élesztő, ez nem élesztő, hanem ez a gyümölcsnek a rostja, az a rost, amit már... Ez sokszor visszajelzés volt egyébként a Swartnál és a korábbi Mindulnél, hogy fel kellett kavarni, és a hordót is fel kellett fogni. Igen, ez az, az igazság, hogy egyrészt nagyon nehéz kiszeparálni a gyümölcs rostokat belőle, másrészt meg kell, és a kell, most kiszeparálás pedig nem akarjuk. Tehát leszűrhetnénk, de az a fajta kóvagyi érzetet, az, ahogy ez így beszínezi az üveg szélét, ezt tudja visszaadni. Nyilván a habtartóságra azért lehetnek kifogások, nem? Tehát a tradicionális cselágér fogyasztók azt mondanák, hogy ez a hab, ez azért nem tökéletes, nem? Hát a tradicionális cselágér fogyasztóknak talán más kifogása is lenne. Kezdve a kohártól, amit megtalálta a kezünkben, és ami mostantól megtalálható. És igen, ez a reklám, amely megtalálható. Ah, ez szép. Szép, ugye? Összekapcsolatot megtalálta a kezünkben. Igen. És a webshopunkban is. Én alapvetően egyébként nem tudom befejezni, de bárkinek én ezért állok itt. Tehát, hogy, mert egyébként csak egy ilyen kicsit ilyen élő mikrofonálvány lennék. Persze ez is egy jó szerep, de próbálok menedzselgetni. Azért csak, ha belekóstolsz, akkor... Én úgy érzem. Belekóstolok? Belehúztál. Tehát, hogy ez egy kicsit egy ilyen edukációs csatorna, hogy mutatjuk, hogy hogyan kell kóstolni. Az első... Most ezt így le fogom verni. Le lehet egyébként, mert... Ez milyen vedelős? Nem, a szénsavja is sokkal rágyobb. Tehát az a berendezés, amivel most dolgozunk, azzal nagyon-nagyon be tudjuk lőni azt, hogy a szénsavnak milyen textúra jön a sörbe, és ez rettetesen. Mondjuk ki ez a karboszett. Az a karboszett egyébként napról napra bizonyítja, hogy mekkora igazolás volt a főzde számára, mert ez egy nagyon iszonyú textúrája van ennek a mítnek. És azt gondolom, hogy azért, ha erre rámondják, hogy ez már nem az igazi, meg ez már nem olyan, mint a régi, mert nézd rá. És számít? Azt azért tényleg felül kell, hogy bíráljuk. Nem feltétlenül. Tehát nyilván, hogy a Technology King kihoztuk májusban, most kihozzuk szeptember végén. Tehát nyilván fontos az, hogy a fogyasztók nagyjából tudják, hogy mit kapnak a pénzükért, de hogyha elvisíkról beszélünk, akkor nem kötelező számunkra megcsinálni ugyanazt, és nem kötelező, ugyanazt érezzük, amit májusban. Mi nagyon örülünk igazából annak, hogyha ezek a dolgok jól sikerülnek. Én így érzem. Tehát, hogy egyszerűen számít, mert nem tudom, mondhatod azt, hogy nem számít. Nem, csak hangosan gondolkozom, hogy nem kell, hogy ugyanazt érezzük, amit májusban éreztünk. Mm-hmm. Hiszen ez volt az útnak a kezdete, és most így jó visszanézni. Ez hanyadik? Mindig nagyon rossz érkezett a számok, ez már a nyolcadik kiadás? A nyolcadik főzet. Aha, igen, de hogy Igen. A kombinációnál, ugye a Black Mass-nél már beszéltünk arról, hogy amikor több gyümölcsre dolgozol, tudsz egymás mellett tenni olyan ízeket, amik nem jelennek meg egymás mellett. Ilyen ugye a yuzu-nak a citrusossága, meg a mangónak az édeskészsége. Itt a yuzu meg a mána az önmagában szerintem nagyon izgalmas, a mangó az tényleg csak egy ilyen harmadik izgalmasító félként érkezett ebbe a képletbe, mert belekevertük, aztán jó volt így. Nem egy őrületes varázslás szerintem ezeket az ízkombinációkat kitalálni, nagyon-nagyon jól meg tud jósolni. Elkezdted, megkóstolod, ha finom, akkor a végeredmény is finom lesz. Talán a szénsav az, ami egy kicsit meg tudja bolygatni a dolgot, illetve nyilván az alkohol. Ugye a Technovitinnek most egy 7,6%-os alkoholtartalma van, tehát azért fejbe leszünk bólintva. De persze nem érezni, mert megmutatja magát, pont ez benne a veszélyes. Most miatt, ugye ezért voltak régen az ilyen házi buliknak a nagy veszedelme, az ilyen rostos narancslé vodka, meg az jó öreg tequila szárváz, amikor így eltűnt a narancsrostok között a tequila, meg mindig meg volt
hogyha mondanád, hogy ezt a feelinget hozza elő. Gyakorlatilag ez a mélyletek jön a szára, ez a... lehet ilyet mondani, akkor egy picit az a kategória, hogy úgy szeretnél is inni egy kis alkoholt, de úgy nem is annyira szeretnél inni alkoholt, nem? Tehát az alkoholnak van egy ilyen, van sokféle alkoholnak különböző textúrája, ennek alapvetően szerintem nincs alkohol textúrája. Semennyire. Tehát ez inkább egy alkohol. Pont ezért nagyon veszélyes ez a fajta kapudróg, amikor, ugye régebben, amikor valaki azt mondta, hogy ő nem szereti a sört, mi meg azt mondtuk rá, hogy valószínűleg nem a sörrel van baj, csak még nem raktak elé olyan sört, ami szívesen innen, és akkor valószínűleg valami savanyúval próbálkoztunk volna. Mert ugye azoknak van egy kicsit ilyen boros filmje, és hogy most azt tettem észre magamon is, amikor valaki ezt mondja nekem, hogy nem szereti a sört, és én meg azt mondom, hogy hold my beer, mutatok neked valamit, akkor mostanában elkezdtem ezeket. Csoda, neki a sört. És igen. És akkor elkezdem nekik ezeket a melomeleket mutatni, hogy azt gondolom, hogy ez most egy nagyon veszélyes kapudrógot találtunk, amivel talán egy kicsit így még szélesebben nyitjuk az ajtót azok számára, akik amúgy bevők lennének valamilyen őrületre. Még arra gondoltam, hogy így a legvégére esetleg betehetnénk. Már érzünk? Nem érzed komfortosan magad ebben a videós szituációban, és... Meg akarom kóstolni a következőt. Ja, meg akkor is mondták, hogy nem elég pörökös. Amúgy is mondták, hogy annyira lassan beszélek, hogy az emberek nem tudják végig hallani a gondolat. Most így látványosabb belefeszek. Miről volt szó? A végében gondoltam, hogy bele kéne rakni két fontos információt a sörkóstolásáról, mert nekem volt egy ilyen elképzelésem, hogy egy-két kóstoló élmény azért megy félre, mert nem a megfelelő helyen, nem a megfelelő körülmények között van pozícionálva ez. De nem úgy helyen, hogy itt vagy ott. De azért, hogyha elmegy az ember egy étterembe, ott egy szommelier ad neki egy tökéletes borélményt, tökéletes sörélmény pedig olyan ritkán van. Mert egy szommelier akkor, mert annyira elfogadták az emberek, hogy bizonyos boroknak megvan a hely. És hogyha desszert borral kezdesz, akkor te nem fogod érezni a többit. Viszont ha nem desszert borral fejezed be, hanem a vörösbor után visszaállsz fehérborra mondjuk, akkor meg üresnek fogod érezni az egészet, mert az érzékszervét tompulnak. Szóval csak annyit mondanék, hogy fogyasztási hőmérséklet, én ezt meglehetősen hidegenítem. Tehát én azt is hidegen kezdeni le. Én azt mondanám, hogy ez egy 6-8 fok, maximum 10, semmiképp sem annál föltebb, mert nem akarjuk ezt a kínfelejtett gyümölcslé hangulatot visszacsempészni. És pozícionálás szempontjából, és hiszen nagyon fontos, ez az utolsó tétel, jó? Tehát ha csak nincs imperial stoutod, de a végére, ami van, mint minden normális háztartásban, de hogy a végére, jó? Tehát ez IPA-k után, kettő számára után, és az ennél még enyhébb sörök, mint a Hefeweizen, vagy a Bitbeer, vagy akármi. Érted? Azok mind után. Tehát ezután megkóstolsz egy búza sört, az nagyon lehozva, szerintem. És azzal elmondod nem csak a búza sört, hanem az egész gasztró élményt, amiben elkezdtél. Tehát egy olyan korban vagyunk, ahol több sört akarsz megkóstolni. És ideje, hogy kimondjuk azt, hogy el lehet rontani egy sörsort. Lehet rossz ütemben kóstolni, és nem csak azok a tételek szenvednek kárt, amiket kóstolsz, hanem az egész élmény, amit csinálsz. Ez nem volt annyira helyes, mondom, hogy csinálsz egy élményt. De szerintem átjött. Fú, de azért gyorsabb voltam, nem? Ez volt az üzenet. Akkor egészségedre. És most így... Megpróbálj kihúzni magam, hogy így kisétálj. Jó.